most dől el, hogy kik, mely országok, mely vállalatok fognak ennek az új korszaknak a nyertesei közé tartozni. Új világgazdasági korszak kezdődött a koronavírus járvány után, mondta pénteki videójában a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter ezzel indokolta, hogy a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs 8 terület és gazdaságfejlesztési döntést hozott az elmúlt héten. Több városban, így Komáromban, Gödön és Dunakeszin is infrastruktúrális és logisztikai fejlesztéseket valósítanak meg. Ezen települések közé tartozik a Szabolcsi megye széke is. Döntöttünk arról is, hogy Nyíregyháza melletti ipari parkot jelentősen továbbfejlesztjük, hogy újabb és újabb beruházók tudjanak oda betelepülni. Ugye a LEGO egyik legnagyobb gyára éppen Nyíregyháza mellett működik, és még több nagy vállalat is már megtalálta ott a számításait. Ezek közé tartozik mások mellett a hűtőgépeket gyártó Electrolux és a járműiparban tevékenykedő Hübner és Eisman is. A külföldön diplomát szerzett fiatalok hazatérését is segítik egy intézkedéssel. Az ő külföldön szerzett diplomájuk magyarországi elismertetését tesszük jelentősen gyorsabbá, olcsóbbá. Az állami hivataloknak mindössze egy hónapuk lesz ezentúl arra, hogy a szükséges igazolásokat kiadják a külföldön végzett hallgatóknak, hogy a diplomáikat itt Magyarországon is el lehessen ismerni. Döntés született arról is, hogy megkönnyítik a szabadalmak bejegyzését. Arról is határoztak, hogy kedvező feltételeket ajánlanak az informatikai szakemberek magyarországi letelepedéséhez. Emellett a politikus arról is beszélt, hogy fel akarják gyorsítani a Hajdúnánás határában épülő MotoGP pálya megvalósítását, annak érdekében, hogy 2023-ban már versenyt lehessen rendezni a pályán.